A kezdeti koncepció, hogy a tavaly igazából néhány éve Szentgyörgyön már ilyen tematikus évek vannak, és a tavalytól indult a nagyon hosszú neve van, Sepsiszentgyő Székelyföld kulturális fővárosa kezdeményezés, ez egy 4 éves történet. Azt mondtuk, hogy ha már kulturális fővárosi cím fele tartunk, akkor mindenképpen ennek kell legyen egy központi eseménye, és ez mi más lehetne, mint egy kortárs összművészeti fesztivál. A tavaly volt az első kiadása a Hang és Szó évében, amikor is a zene és az irodalom volt a középpontban, és idén a játék évében a színházi előadó, tehát a színházi előadások, előadóművészetek, színészi játék, és még emellé beloptuk a fesztivál ideje alatt a játékosság gondolatát, a játékosság a hétköznapokban, a mindennapokban. Hát a játék számomra a kimozdulás, a úgymond a normalitásból, tehát bármi, ami egy kicsit megtöri a rendet. Ugye általában megvannak azok a sémák, amikben az emberek mozognak, amik mentén rendezik a dolgaikat, és minden, ami kimozdítja ebből, tehát bármi, ami ezt egy kicsit megtöri, az számomra már játékosság. Aminek egyébként az a lényege, hogy azt a teret, amiben élünk, tehát az utcák, a parkok, a fák, a járdák, kimozdítani az eredeti rendeltetésükből. És akkor így születtek meg, hogy a fatörzsek közé szőtt szalagos pókháló, vagy az aszfaltra festett viszte, pittykövezés, még mi van, fatönkök, szókirakó játék formájában, és fiatal építészeket kértünk egyébként fel, akik amúgy már a városban hasonló köztéri projektekben dolgoztak, és úgy láttuk, hogy nagyon ügyesek, és akkor ők találták ki ezt a történetet, és igazából egy olyan jelenlétet tudott adni a fesztiválnak, ami még több is lett annál, mint amit reméltünk, mert ugye persze ez mellett ott van, hogy a színházi előadások, tárlat megnyitók, irodalmi programok, de mindenki fontos az, hogy még legyen ez a többlet, ami úgy a város többi lakója fele is elviszi azt az üzenetet, hogy itt most valami pulzálás, lüktetés van.